embercsoportok szálltak szembe a hatalommal. Egyes emberek is összeérnek a szálak, és föl vannak derítve a bűncselekmények, csak nincsen média, ahogy a mai napot is elhallgatják a médiában. A legtöbben pedig mindenről erről kéne egyenes adásba kellene, hogy tudósítsanak most jelen pillanatban, hogy magyarok, tudtátok? Így működik, és vitafórumokat kellene kezdeni, és be kellene ültetni a hazug cigány vezetőket, amelyik mindegyik lopott pénzből lepzsel, ugye a parlamenti pártoknak a preferált vezetői, és olyan cigányvezetők, akik mernének és tennének, ugyanúgy nem engednek szóhoz jutni, mert vannak belőlük ám. Sok cigány látja, hogy ez nem mehet tovább, és sok zsidó látja, hogy ez nem mehet tovább, és sok magyar látja, aki volt hazáruló. Számszaki adatok szerint úgy néz ki, hogy 250-300 ezerre teszik azon magyarok hazárulóknak a számát, akik oly csont mélyen benyaltak a rezsimnek, hogy menthetetlenek. Ez rossz hír. Igen, 5 perc. Ez rossz hír. 200-300 ezer főre teszik azok számát. Nem tudom, ez mond-e valami. Azon hazárulók, akik oly mélyen be vannak kötve a kommunista rezsimbe, ezek jó része természetesen már beleszületett, tehát nem tehet semmit. Gyurcsány nem tett róla, hogy az, aki. A pszichiáterek igen, hogy nem tudták kikupálni, de hát nem volt pénze szegénynek, biztos azért. De nem is erről szól. Magyarországon nincsen politika. Jelen pillanatban minden politikai párt illegitim, csak jó, ha tudjátok. Illegitim, mindegyik politikai, nem csak a kormány, illegitim. Magyarországon nem lehetne választásokat tartani, se előhozottat, se normál választásokat, ugyanis amíg nem számoltak el az eddigi ellopott vagyonokkal, addig törvény van rá. Törvény van rá, hogy nem lehet választást tartani. Benne van az alkotmányban. Ja, melyikben? Még abban a korcsalkotmányban, ami jelenleg is hatályos. Abban is benne van, hogy nem lehet. Nem kell kitalálni a spanyol viaszt. A spanyol viaszt ideje lenne elkezdeni használni. És az a spanyol viaszt, hogy fölemeled a fejed és bátran vállalod az igazságot. Tudtok ti mindent. Nem lehajtott fővel kell közlekedni. Jönnek a cigányok. 5-en, 10-en, 20-an. Nem baj. Álljanak össze a magyarok is. Féljenek, akinek félni valója van, rettegjen, vegye a csomagját, és menjen ki Brüsszelbe, és panaszkodjon az ottani zsidóknak, mert ott is azok vannak ám. Tehát ne legyenek illúzióitok. Az IMF az ugyanaz a cionista kör. Az egész világot behálózták, ne legyen ez új dolog. És a magyarokra kell, hogy építsenek. Mi csak magunkra számíthatunk, már megint. És ez legyen intőjel, ne várjátok azt, hogy valaki jön és megment. A bátorságban nem kell nekünk segítség, csak legyen hozzá szívünk és lelkünk, hogy ezt meg tudjuk csinálni. És ezt megcsináljuk, akkor lesz itt új magyar lend. Az új magyar lend lehet a régi. Nagyon sok dolgunk van még. És én mi vagy ígértem is, hogy befejezem időben, és hogy legyen itt másik előadónak is átmenete. Ezért én nem tudom, hogy kérdésetek biztos van, ne legyen, jelen pillanat nem fér bele az időbe, viszont elmondom nektek még azt egy fél mondatba, hogy hoztam egy pár könyvet, jelent meg egy pár könyvem. A könyveimet a zsidó média természetesen ugyanúgy elhallgatja, mint ahogy mindenki mást, aki ebben a körben utazik. Itt a sátor mögött úgy beszéltük meg, itt egy kisebb árnyékosabb részében. Ha gondoljátok, akkor könyvet dedikálni tudok mindenki számára. Így tudtok hozzájárulni jelen pillanatban ahhoz a rendezvény sorozathoz is, ami itt zajlik, és hogyha itt kihelyezett kis bedobó ládákba beleteszitek azt, amitől még megtudtok egy kicsit, tehát tudtok nélkülözni, higgyétek el, a legjobb befektetés ma Magyarországon a magyar ügy. Ugyanis ha a magyar ügy elveszett, és erre úgy néz ki, hogy ez az őszünk van, hogy ez valahogy fixálódjék, hogy képesek vagyunk megtenni, ha a magyar ügy elveszett, akkor nem kell félteni a pénzeteket. Nem lesz. Semmitek nem lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok.